és amikor bemutaztunk Kisvárdára a szüleim a hangversenyre, akkor az osztálytársai megkérdezték másnak, hogy ki nyert. Most szerintem az a különbség, hogy Magyarországról senki nem nyert be Kisvárdár hangversenyre, és szerintem ezzel a problémával kell valamit kezdenünk, mert előbb-utóbb egyre teljesen lábkórán színjáték lesz a kicsit. Tényleg, gondoljál már azt végig, hogy minden állami intézmény vezetői pályázatnál előírja azt a jogszabály és a fenntartó pályázati kritériumként, hogy hány éves szakmai és hány éves vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie. Ne csinálj már úgy, mintha ismeretlen tehetségek a semmiből kezdőként válnának az állam legfontosabb intézményének vezetőjévé. Hát dehogy is, hát szó nincs erről. Ezt nem tátolja a verseny. A verseny a kulturális piacon zajlik. A tehetségeknek ki kell emelkedniük, ismerté kell válniuk, és amikor már ismerté válnak, egyfajta versenyszituációban megméretnek, akkor lehet azt mondani, hogy ja igen, én ezek közül a tehetségek közül ő benne gondolkodom. Mindig is azt mondtam, hogy vannak olyan esetek, amikor jobb a pályáztatás, és vannak esetek, amikor jobb a közvetlen kinevezés. Ugye példákat is hoztam rá. Például, amikor egy regnáló állami intézmény vezető, aki szakma és a fenntartó álláspontja szerint is kiválóan végezte a munkáját, akkor fölösleges megpályáztatni, fölösleges újabb 5 évre egy olyan pályáztatási procedúrát végig játszani, ami egyébként láthatóan a kutyakomédia lesz, hiszen tudja a fenntartó, hogy meg kívánunk hosszabbítani. És ebben nincs semmi álszentség, ez egy teljesen normális dolog. Én pályázat párti vagyok. Minden pályázatban benne van, hogy rá lehet fogni joggal, vagy ok nélkül, hogy álságos, vagy nem álságos. Ettől függetlenül pályázat párti vagyok. Lehet írni rossz pályázatot, és akkor a fenntartónak kutya kötelessége azt mondani, hogy rossz. És akkor nem fogadom el. Így is volt. Számos alkalommal visszadobtam, mert úgy gondoltam, hogy nem jó. De nem a rendszert gondoltam rossznak, hanem a pályázatot, és azért az nagy különbség. Az a helyzet, hogy szerintem a kormánynak nincsen kultúrpolitikája, a Fidesznek van kultúrpolitikája. Csak érdemes kormányon kormányzati kultúrpolitikát megvalósítani. Két fontos háborúban álltok, Laci. Az egyik oldalon ott vannak a saját magatok által kitermelt és a kulturális kormányzatba eddig be nem jutott, de Fidesz kultúrpolitikát megvalósító társulatok és szervezetek, hogy nehogy félreérthető legyek, ugye a kamerába ez a Magyar Művészeti Akadémia, és vannak azok, akik egyébként vállaltak ellenzékből, demokratikus ellenzéki aspektusból gondolnak mást, mint ami a jelenlegi kultúrpolitika. A művészet akadémián átartó. Tehát azért, ugye te sem gondolod komolyan, hogy egy több mint 110 milliárd forintos idei közvetlen és közvetlen állami kulturális kiadásnál, ahol nem számolom az önkormányzatoknak a kulturális költségvetését, egy 2,4 milliárd forintos állami támogatottságú művészeti akadémia lehetne a kormányzattól és az egész kultúrától függetlenül a kultúrpolitika kizárólagos vagy legfőbb centruma. Hát ez nincs így. Hát nincs. Aki azt állítja, hogy ma oda ki van szervezve a források nagy része, az nem mond igazat. Voltak kezdeményezések, és voltak kezdeményezései, amelyek egy kormányzati kultúrpolitika kialakítására töregettek, és voltak sikereim. Se előtte, se utána. Hát dicsérjen téged a Hiller, ez tegnap is. Egyre jobb lesz nekem, mert komolyan a tegnapi ATV-s műsor után nem tudom mi lesz, főleg én tovább szalámizol, hogy erős cezúra van a Fidesz és én köztem, akkor már kezdem magam rosszul érezni. Tehát azért ennyire nagy baj nincsen. De mondjátok, hogyha segítsek nektek, hogyha arról van szó, hogy rászorultak az én szellemi erőforrásig, ha szóljatok, akkor beszélj nyíltan. Minden szakmai koncepció pályázat legyen nyilvános. Ne a döntéshozatal előtt, mert nem arra van szükség, hogy szétcsócsálják és szétszedik, hanem arra, hogy lássák, hogy mi alapján döntött vagy a döntéshozó testület, vagy a miniszter. Köszönöm, én is pályázatpárti vagyok. Kétharmad, csak úgy mondom. Hát igen, itt kétharmad van a pályázat mellett.
és ne vagy szavazva a cikám, hogy ez kezd megszokni ezt az érzést. Viszont a Laci érvelésében van néhány momentum, amivel egyet lehet érteni. És ez leginkább a nyilvánosság, és ez az a szám, amiben belekapaszkodni. Tehát én azt gondolom, hogy pályázat elsősorban nem feltétlenül azért kell, hogy a döntéshozót felvilágosítsa, hanem egyáltalán azok a koncepciók, azok az ötletek, azok az elképzelések, amik egy adott intézmény működésével kapcsolatosan meg tudnak fogalmazódni, azok úgy tudnak megfogalmazódni, hogyha van egy feladat, amit el kell ehhez végezni, például egy pályázatot be kell adni arról, hogy valaki egy adott városban, egy adott kultúrás intézményt milyen vízió szerint szeretne igazgatni. Szerintem a kultúrás igazgatásnak az a dolga, hogy olyan módon finanszírozza, ösztönözze a kultúrás intézmény rendszert, hogy az elérjen azokhoz, akiknek ez szól, azokhoz a közösségekhez. Kérem, ez egy valóságos probléma. Ez egy nagyon súlyos probléma, és ez az, amiről nagyon sokat kellene beszélnünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem kifejezetten a kultúrpolitikának, az elmúlt két évtized kultúrpolitikájának az eredménye. Ebben a kultúra azon munkásainak, akik egyébként ezt az intézményrendszert működtetik, és akik egyébként ebből élnek, azoknak ebben mérhetetlen nagy a felelősségük. Az, hogy az a módszertani megújulás, az a folyamatos megújulás, amely egyébként jellemző a nyugat-európai intézményrendszernek a jó részét, a múzeum pedagógiától a közművelődés új irányaiig, és sorolhatnám a dolgokat, hogy ebben nálunk mérhetetlen a lemaradás, az nem Hiller Istvánon, Bozókin, András Faldi és a többi múlva. A jelenlegi közszínházi struktúrának óriási nagy szerepe van abban, főleg vidéken, ahol egy színház van, egy megyében egy színház van, óriási nagy szerepe van abban, hogy beavassuk a gyereket, hogy egyáltalán színházi élménye legyen, és aztán eljusson rá, hogy én vidéki vagyok. Nekem is az egy folyamat volt, amíg eljutottam odáig, hogy a általános iskolában elkezdtünk színházba járni gyerekelődásokra, és utána már középiskolában a Fehérvárra látogató alternatív színházakat lásd. Kácsi Dorottyról, a Szkénétől elkezdve lehetősorban kik jöttek vendégjátékra, hogy őket megnézzük, és már megfelelő módon tudjuk értelmezni. Ezt a beavatási folyamatot, ezt erősíteni és támogatni kell. A kormányod mindent tud állami alternatív. De ez igaz. Éppen azért mondom, mert nem egyszerűen a kultúra területén utál mindent, ami alternatív, hanem mindent utál, ami alternatív. Ez egy hatalomfelfogás. Szeretne a kormány mindent látni, mindent ellenőrizni, mindenre rátekinteni, eldönteni, hogy jó vagy nem jó, és ilyen tapasztalatok alapján adni és nem adni. Értelmiség beszélgetésre hívta bennünket, és ugyan gondoljuk már végig azt, hogy meg tudjuk-e azt tenni, együtt, hogy ezeket az identitás mintákat legalább egy kicsit kidolgozzuk. Hogy legalább ebből valamit visszaveszünk, és az identitás mintában nem a különbséget erősítjük, hanem azt találjuk meg, ami közös. És szerintem ez a felelősségünk, és hogy ezt nem tesszük meg, akkor tényleg soha nem fog kevésbé kirengeni az inga, és nem lesz érhető ez az ország. Mindig és nem lehetően hiszek abban, hogyha beszélgetünk, akkor egy picit, egyet közelebb lépünk megint egymáshoz. És tudom majd, amikor ott leszek én is kampányrendezvényen, és arról lesz szó, hogy dohányboltok, meg rezsicsökkentés, meg nem tudom mit, akkor mondanom kell majd a választóknak, és keményen bele kell állnom a harcba, mert az a célunk, hogy nyerjünk. De egyébként az érdemi munka, az értelmes munka, az emberi munka, az nem erről szól.